Autonómia és szolidaritás jellemezte többek között Szent Erzsébetet, hangzott el a Sáros Pataki Szent Erzsébet útján a Rákóczyak földjén záró konferencián. A két éve elkezdődött Európai Uniós program során kialakítottak egy történelmi utat Sáros Patak és Kassa között Szent Erzsébet nyomán. Sárospatak polgármestere szerint öröm, hogy egyre erősödik a vallási turizmus Sárospatakon. Abban a városban, ahol mindhárom felekezet számára fontos személyek éltek, tevékenykedtek. A vallási turizmusnak igenis helye van Sárospatakon. Nem csak azért, mert több turistát szeretnénk ide látogatni, hanem Sárospatakot a történelmi múltja kötelezi ennek az ápolására. Nem kell sorolnom, reformátusoknak itt van Lórántfő Zsuzsanna fejedelemasszony, akiről tudjuk, hogy az első aszugort az ő tiszteletére készítették, görög katolikusoknak Anasztázia és római katolikusoknak itt van Szent Erzsébet. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, hogy mostanság reneszánszát éli a zarándoklat. A ma emberének szüksége van feltöltődésre, mellyel erőt meríthet élete folytatásához. A zarándok tudata, a zarándoklat közben jelentős változáson megy át. Sokan mondják, hogy a zarándoklat a beavatás egyik formája. A zarándok és a turista közötti különbséget az világítja meg, ha összehasonlítjuk, milyen hatással vannak arra a helyre, amelyet meglátogatnak. A Szent Erzsébet útján a Rákóczyak földjén záró konferencián arról is szó esett, hogy a turizmusnak milyen szerepe, hatása van a vallásra. Világsztárok nyomdokain, világhíres írók regényeit olvasva trendi dologgá válik zarándokolni, ami pedig hát történelmileg egy abszolút vallási kategória lenne. Ma ezt a nem hívő emberek is megteszik, ebben egyfajta erőpróbát látnak, egyfajta kalandot látnak, és hát közben azonban, ahogy elcsendesednek, és hát egyrészt a természet szépségei, másrészt a kisebb-nagyobb templomok, illetve katedrálisok csendjében maguk is rádöbbennek arra, hogy valami természet felett itt valami transzcendenst is elérhetnek ezen zarándoklatok közben. A térség országgyűlési képviselője szerint nem csak pályázati sikerről beszélhetünk a zarándok út kapcsán, a két ország kapcsolatát is pozitív irányba lendítheti az együttműködés. Akkor lesz értelme, hogyha akik végig mennek ezen az úton, talán megváltoznak, talán nem egymás arcába vágnak, hogy te szlovák vagy, te magyar vagy, hanem te is katolikus vagy, te is hiszel. A Sárospataki Szent Erzsébet konferencián elhangzott még, a túra útvonal továbbfejlesztését határon átnyúló pályázati forrásból szeretnék majd finanszírozni.